Köszöntjük a Hit Rádió hallgatóit. A visszapillantó mai adásában a témánk az augusztuskor kultúrája. Vendégünk pedig Ferenczi Attila, az ELTE latin tanszékének vezetője. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm a meghívást, és örülök a beszélgetésnek. Hát augusztus egy valóban nagyon meghatározó személy a történelemben, és hát sokféle oldalról meg lehet közelíteni, de most arra szűkítettük, vagy próbáljuk szűkíteni, hogy az ő korában a kultúra miként alakult. Hát hogyha lehet ezzel kezdeni, hogy összetudnál foglalni röviden, hogy mit jelentett augusztus uralkodása a római kultúra tekintetében, hogy ez hozott-e egy nagy változást, vagy jelent-e egy nagy váltást a kultúra történetében, vagy sem. Vannak olyan korszakai az európai művelődés történetnek, amelyeket viszonylag biztonsággal le lehet választani a társadalmi politikai változások történetéről, mert nem szükségesek nagyon ahhoz, hogy megértsük a kulturális eseményeket. Az augusztuskor nem ilyen. Az augusztuskor esetében nem tudjuk ezt szétválasztani, tehát minden olyan beszélgetés, amelyik témájául az augusztuskor kultúráját választja, az óhatatlanul fog szólni a társadalmi politikai változásokról is. Tehát ez az első, amit mondani kell róla. A másik, meg hogy lelőjem az egész beszélgetés poénját az első percben, ha egyetlen egy jelzővel kéne leírnom, hogy milyennek látom sok-sok évi, most már lassan sok évtizedes tanulmányozás után az augusztuskor kultúráját, akkor azt kell mondanom, hogy heterogénnek. Tehát az a jellegzetessége, hogyha összehasonlítjuk például az előző korszak, amit általában úgy szoktuk nevezni, hogy a Cézárkor, ugye a Krisztus előtti első század első feléről nagyjából beszélünk, hogy ez a Cézárkor, illetve 30 után, tehát az utolsó évtizedek, ez az augusztuskor. Tehát ha összehasonlítjuk a Cézár korszakkal, akkor azt kell mondanunk, hogy Cézár korszakában alkotó művészek, irodalmárok sokkal egységesebb képet mutattak. Az augusztuskori irodalomban nagyon nagyok a különbségek. Nagyon heterogén a hang, minden szerzőnek, nem csak az egyes szerzők más-más hangon szólalnak meg, hanem az egyes szerzők is nagyon különböző hangokat hallatnak, és ez egészen érvényesíthető talán az augusztuskor képzőművészetéig, építészetéig, szobrászatáig is, amíg bátran tette egymás mellé a mondjuk, hogy a görög szobrászatnak, művészetnek a szigorú stílusát, egy korai korszakát a divatos hellenisztikus formákkal, és ez semmiféle problémát nem okozott neki. Tehát így aztán nagyon nehéz röviden ezt a korszakot jellemezni, és nagyon nehéz önmagában a augusztuskor kultúráját jellemezni. Az ő korszakával, azzal, hogy változott a birodalomnak hát gyakorlatilag a rendszere, és ráadásul Augustus híres arról, hogy hát így magáról is írt hát műveket, meg hát magát is dicsőítette, hogy ez így jellemző, talán mondható, hogy ez jellemző arra, hogy az ő korszakában azt tudott úgymond a felszínen maradni a kultúrában, vagy a irodalomban, aki egy ezt a rendszert kiszolgálta, úgymond, tehát ezt a Augustus, hát hogy mondjam, szerepét, aki így egyedülalkodóként ott van az új rendszer tetején. Nem hiszem, hogy mondhatjuk ezt. Nem hiszem. Tehát ami miatt az augusztus korszak olyan kiemelkedő kultúrát tudott létrehozni, az éppen szerintem ott keresendő ennek az oka, hogy augusztus az én megítélésem szerint soha nem nyúlt be különösen erősen és határozottan ebbe a folyamatba, hanem ha igazi tehetségekkel találkozott, azoknak viszonylagos szabadságot engedett abban, hogy a történelemről, a társadalomról, például a történelmet formáló egyén szerepéről viszonylag sajátos, egyéni, és olykor nem is nagyon hizelgő megállapításokat tegyenek.
Ő pontosan tudta, hogy akkor is az ő történelmi céljait szolgálja ez a gondolkodás, hogy ezeket a témákat, problémákat a közgondolkodás középpontjába állítja az irodalom, hogyha maga a konklúzió, amelyet ezzel kapcsolatban megfogalmaz, az nem azonos azzal, ahogyan ő saját magáról beszélt. Amikor a politika és kultúra viszonyát az ő esetében vizsgáljuk, azért nem szabad soha elfelejteni, hogy ő közvetlen örököse, folytatója Cézár hatalmának, aki pedig ugye csúfos kudarcot vallott a maga társadalmi kísérletével, hiszen ez egy társadalmi kísérlet volt, és valamiért Cézár kudarcot vallott, és gondolhatjuk azt, hogy egyszerűen Augustusnak nagyobb szerencséje volt, addigra kimerült a római társadalom ellenálló képessége, vagy egyszerűen a második próbálkozás, annak mindig könnyebb helyzete van, mint az elsőnek, de azt is gondolhatjuk, ilyen olyan nehéz megmondani egy történelmi változásra, egy történelmi eseményre, hogy miért következett be. Ezt csak a nagyon egyszerű megközelítések szokták olyan egyértelműen és egyszerűen megválaszolni. Mindenképpen azt kell mondanunk, hogy Augustus sikere mögött ott volt az, hogy ügyesebben bánt a kultúra, mint tudatformáló eszközzel, mint előde. Igyekszem, azért is lassítom le néha a beszédemet, mert igyekszem a kézenfekvő mai párhuzamokat mégsem használni. Bár nagyon kézenfekvő lenne, és mindenki tudja talán, hogy mire gondolok, de nem szeretnék médiáról vagy propagandáról beszélni nagyon Augustus esetében. Tehát itt egy tudati átalakulás van a hozzá kötődően, és ez egészen másképp működött, mint Cézárnál. Tehát amit gondolok, hogy talán Augustus történelmi sikerében, hiszen egy kudarcos vállalkozás után jön egy kivételesen sikeres vállalkozás, annak is szerepe volt, hogy a tudati kérdésekkel a római polgár történelmi tudatának alakításával ügyesebben, finomabban bánt, mint előtte. És hogy ahogy említette, hogy nem nagyon szólt bele, de hogy végül is akkor valahogy, ahogy viszont úgy is fogalmazott, hogy nem, vagy jobban bánt vele, tehát valamiféle elképzelése azért lehetett Augustusnak, vagy tudhatunk arról, hogy volt valami elképzelése arról, hogy milyen művek kell, hogy megszülessenek, vagy stb. Tehát mint ahogy neki volt képe arról, hogy hogyan kell átváltoztatni a birodalmat úgy, hogy hát ne abba a buktatóba menjen bele, mint Cézár. Tehát ilyen módon lehet erről tudni, hogyha meg hát, hogyha nem is lehet beszélni kifejezetten propagandistákról, de hogy mondjuk azért voltak olyan emberek, akiket ő így, hogy mondjam, azért használt, hogy hát mégiscsak azért, ha valakit meghagyunk, hogy írjon, amit akar, az is úgyis jó, de hogy azért valakik meg kifejezetten azt írják, ami neki a rendszerét így segíti. Igen. Mielőtt a kérdésre konkrétan válaszolnék, azt el kell mondanom, hogy az utókor, már a közvetlen utókor is, mintha egyszerűbbnek képzelte volna el ezt a folyamatot és viszonyrendszert, mint amilyen valójában lehetett. Ennek nyilván az is oka, hogy a császárkor későbbi századaiban valóban egyszerűbb is lehetett. Tehát, mintha egyszerűen visszavetítették volna a történelemben, és úgy képzelték volna a Krisztus utáni harmadik, negyedik században, hogy biztos így ment ez Augustus korában is. De ha azt gondoljuk, hogy talán nem ment így, tehát voltak kiemelkedő személyek, nyilván Mécénász nevét kell elsősorban említenünk, aki otthonosan mozgott a korszak kultúra formálóinak szellemi világában, és tévedhetetlen jó ízléssel jelölte ki azokat az embereket, akikre építeni lehetett ezt az átalakítást.
világosan látszik a program mondjuk az építészeti nyelvből. Az építészet mindig egy picit jobban ki van téve szolgáltatva a hatalom igényének, megrendelésének, hiszen ott rengeteg pénz kell hozzá, meg nagyon sok ember együttes munkája révén jön létre az, ami megszületik. Tehát az építészet azért mutatja, hogy milyen típusú ideálokat alkotott volna ez az augusztusi rendszer saját magáról. Ugyanakkor elég türelmesen tűrte, hogy az irodalomban pedig néha viszont látjuk ezeket az ideálokat, máskor meg éppen hogy nem. Egyetlen egy dolog volt fontos, hogy bizonyos szakmai színvonal, művészi minőség az meglegyen, és akkor utána tulajdonképpen ezek az emberek eléggé szabadon voltak engedve. A maguk módján azt hiszem, hogy talán egy művész mindig úgy működik, hogy nem nagyon tud nem reagálni arra, ami a körülötte levő világban történik. Természetesen Vergilius és Horácius, hogy a két legnagyobb nevet említsük, Vergilius és Horácius is örökké reflektált arra, hogy mi történik a körülöttük levő társadalmi életben, valóságban, hogyan alakul át a rómaiság tudata, de az ő reflexióik mindig egy picit mások voltak, mint amit úgy látjuk, hogy a hivatalos szövegekben, a hivatalos nyelven megfogalmaztak. Ugye az, amire a kérdésében is az előbb utalt, hát igen, van Augustusnak egy saját önérett írása, most aztán ugye ezt vagy ő írta így, vagy nem. Ugye egy nagyon leegyszerűsített nyelven, azért szoktuk a kezdő latinos hallgatókkal olvastatni, ő nagyon egyszerű nyelven fogalmazza meg a saját politikusi hadvezéri pályájának azt a képét, amelyet ő a közösségben örökül maga után hátra akar hagyni, saját emlékezetét fogalmazza meg. De ez nagyon más, mint amilyen meg mondjuk Vergiliusnál vagy Horáciusnál vissza fogjuk látni az ő személyét, és ez nem zavarta. Ezt ő pontosan tudta, hogy nem ugyanaz a közönség az, aki a középületek falára fölvésve olvassa ezeket a nagyon egyszerű mondatokat, meg az, aki Horácius köteteit megveszi, és Horácius köteteiben találkozik a császár személyével, és nem ugyanazt az üzenetet kell közvetíteni az egyiknek meg a másiknak. És van abban, tehát az véletlen, hogy Vergilius és egy Horácius, akik aztán tudtommal azért az egész latin irodalomban eléggé fontos nevek, hogy ezek pont Augustus idejében lesznek híresek, vagy ez azért van, mert pont amit említett, hogy volt akkor egy ilyen mecénási hozzáállás, hogy támogatni az ilyen költőket, tehát hogy gyakorlatilag fogalmat alkotott ez a mecénász a saját nevével, vagy belőle alkottak fogalmat. Tehát, hogy ez azért van, mert hogy végülis támogatta voltak a művészek, vagy csak egyszerűen azért híresebbek ők, mert Augustus is híres, és akkor ők akkor éltek. De az első kérdésre azt hiszem, hogy nem. Tehát mind a Horáciusszal kapcsolatban különösen van egy elterjedt közvélekedés, amit ma már pontosan tudjuk, hogy nem igaz. Horácius szeret azzal hencegni, hogy az ő apja egy felszabadított rabszolga volt. Ebből persze, különösen a 20. század második felében szerették levonni azt a következtetést, hogy tehát ő egy alulról jött tehetség. De hát aztán ez világos, hogy erről szó nincs. Egy dúsgazdag családból származó, úgy kell elképzelnünk, mint mondjuk a magyar, most azt mondtam, hogy nem fogok párhuzamokat hozni, de most az egyszer mégis. Tehát képzeljük el úgy, mintha valaki mondjuk 1956 után a nagypapája 3 hónapig börtönben volt, és akkor egy életre át a fia és unokája azt mondja, hogy de hát a mi családunk börtön viselt. Az én apám börtönben volt.
így ez nagyon sokféle dolgot tud jelenteni. Tehát valószínűleg politikai okokból veszthette el a szabadságát, nem tudjuk. Tehát ez egy ilyen furcsa dolog, mindesetre az látszik, hogy Horácius dúsgazdag. Tehát mécénász pénze nélkül is azt a költészetre fordíthatta volna az egész életét és energiáját, nem volt rászorulva arra, hogy pénztermelő tevékenységet folytasson. És valószínűleg ez igaz Vergiliusra is. Az egy másik kérdés, hogy ugye az ifjú Horácius az aténi, mondjuk így iskolai vagy tanuló évei alatt Brutus oldalára áll, és a Filippi ütközetben részt vesz, méghozzá igen magas rangban, ő a lovasságnak a tábornoka. Egy magister equitum, tehát egy nagyon magas rangban, az a Cézár örökös, ugye a republikánus oldalon Cézár örökösei ellen küzd, és hát vesztenek persze, úgyhogy a történelem rossz oldalára állt fiatal korában, és valószínűleg ennek a nem kicsi családi vagyonnak a nagy része erre rámehetett. Tehát mondjuk így, hogy megtépázott lehetőségekkel kerül be az Augustus korban már Horácius, de nem azért, mert őnek egy arról jött szegény ember volt az apja, hanem azért, mert hát ő a rossz oldalon állt a polgárháborúban, majd ugye az idézőjelben mondom, a rossz oldalon, tehát a történelmi siker, nem a nyertes. Nem a nyertes oldalon, fontosan. Így aztán persze fontossá vált a mécénász. Valószínűleg ugye ez nem mécénász pénze, hanem Augustus pénze, amit mécénászt osztogat, de az így aztán tényleg fontossá vált. Én azt gondolom, hogy ennél érdekesebb a kérdésének a második fele. Egy olyan nagy korszak határ ez. Ugye ez nagyon érdekes. Hát ezt ha valamitől ugye Vergilius az egész középkor olvassa és másolja, az a nagyon-nagyon híres negyedik eklóga, amelyik megjövendöli, vagy azt mondja, bocsánat, ezt a szót visszavonom, amelyik azt mondja, hogy egy kisded születéséhez kötődik majd egy új korszak megszületése. Amit természetes módon olvastak, én tényleg azt gondolom, hogy természetes módon olvastak szinte végig 2000 évig egy ilyen pogány jövendölésként, pogány proféciaként, hogy a pogány költő, a látnap költő megjósolja az új korszakot és a kisded születését. Én most a válaszként nem ezt mondanám, hanem hogy ezek a szövegek világosan éreztették, hogy a korszak embere úgy érezte, hogy valami nagy váltás időszakában él. És ez a váltás, ennek egy része a politika. A politika is változott, a társadalom is változott körülötte, de ezen messze túlment ez a változás. Sokkal mélyebbek voltak ezek a változásnak az érzete. Tehát én azt gondolom, hogy ehhez a kimagasló kulturális, művészeti teljesítményhez több dolognak kellett összetalálkoznia, és ezek közül talán a legfontosabb az volt, hogy egy olyan korszak köszöntött be, amikor nagyon nehéz volt, sokaknak sikerült, nagyon nehéz volt kisszerű témákról írni. Tehát a gondolkodásnak a nagy léptékét, azt mintha maga a korszak írta volna elő, diktálta volna a kultúra képviselői számára. Itt nem lehet kicsiben gondolkodni. Annál nagyobbak a változások a világban körülöttünk, és hogyha adekvát hangokat akarunk ennek adni, akkor nagyon messzire kell nyúlni, vagy nem lehet egyszerűen az előző generáció által kialakított hangot tovább folytatni. És mire alapozódott azon kívül, hogy említette ezt az úgymond pogány ilyen jövendölés jellegű szöveget, de hogy még mire alapozhatták az emberek ezt a hangulatot így egész római birodalmon belül, mert mondjuk az tény, hogyha valaki olvassa a Bibliát, ott lehet tudni, hogy a zsidók között az már szinte már így számolták a centiket, hogy az ő proféciáik szerint pont akkor kéne, hogy szülessen egy messiás.
de hogy így a, akik nem zsidók voltak, hanem tehát Európa, meg ott az egész római birodalom, ott még mire alapozták ezt a várakozást? Szerintem alapvetően arra, hogy az érzet talán az volt, hogy valaminek vége van. Tehát az lett a legfontosabb, hogy először megszületett nagyon erősen az az érzet, hogy valaminek vége van, ezt így nem lehet folytatni. Új kereteket kell találnunk a gondolkodásnak, az a paradigma, ahogyan a világot magyarázzuk magunk körül, ez érvényét fogja veszteni itt szemünk láttára a mi életidőnkben. Nem lehet kiállni és ugyanazokat a gondolatokat megfogalmazni, mint a tanáraink vagy a mestereink tették. Ez az egyik. És Augustus pedig abban volt nagyon sikeres, hogy el tudta hitetni, hogy valami új születik, jobban mondva valami új, ami tulajdonképpen régi is. És hát igen, mert majdnem ugyanazt a pozíciót töltötte be, mint Cézár, csak más néven, máshogy is. Egész másképp csinálta. Például, ugye nagyon érdekes volt az a törekvése, hogy állandóan azt hangsúlyozta, hogy valójában az az új, amit ő hoz, az a réginek a felelevenítése, felújítása, és valójában azért jutott el ebbe a kilátástalan érzelmi és ideológiai állapotba az előző generáció, mert valami fontos dologra a múltjából elfeledkezett. Elképesztő sikerességgel és intenzitással zajlik a múlt kulturális átalakítása. Itt nagyon határozottan kell egy nevet mondani, Varro. Varro az Augustuskor első évtizedeinek meghatározó figurája, aki lényegében kodifikálja, kanonizálja a múltnak ezt az új augusztusi képét, és ez a kép lesz az alapja, amelyik az újítás hátteréül szolgálhat. Tehát szemben Cézárral, aki ebbe a világba csak az újítással akart betörni, és egy új rendszer megalapítását ígérte, Augustus ezt finomabban csinálta. Azt mondta, hogy ez úgy lesz új, hogy számotokra szokatlan lesz, de valójában ez egy régi ősi világnak a felelevenítése lesz. Hatalmas ügyesebben csinálta, mint elődje. És amit említett, hogy ilyen várakozás volt az emberekben, hogy ez így nem mehet tovább, és máshogy kell gondolkodni, mint elődeink, ez van érdekes hallani, mert ez mondhatnák akár a 20. század közepére is, de hogy akkor mi volt az, amit mondtak, hogy így gondolkodtak eddig, és ez így nem mehet tovább. Tehát mi az, amit le akartak váltani, mert így most így gondolom a hallgatók közül sokan vannak, akik mondjuk nincsenek tisztában, hogy mondjuk a Augustus kor előtt mi volt, így úgymond a világszemlélet, vagy a felfogás, hogy mi az, amit le akartak váltani, úgymond a... Politikailag és ideológiailag is megfoghatjuk. Ide kell tennem egy lábjegyzetet. A kettő között, tehát elválasztottam a politikát és az ideológiát, a római világ, a római gondolkodás esetében nincs akkora különbség, mint sok későbbi században majd lesz. A római identitás, a római világképnek annyira fontos része volt a politika, a politikai identitás, hogy amikor ez a kép változik, vagy romlásnak indul, akkor arra nagyon érzékenyen reagál az egész ideológiai konstruktum. Ugye gondoljuk meg, hogy a rómaiaknak nincs etnikai tudatuk, hiszen nekik minden egyes eredet mitoszuk arról szól, hogy különböző népcsoportok összetalálkoznak, egyesülnek, először ugye a trójaiak az itáliaiakkal, majd utána az alvalongaiak a szabinokkal, és itt jönnek majd
az etrusz királyok kora, tehát hogy tele van a római gondolkodás különböző népcsoportok összeolvadásáról szóló mitoszokkal. Tehát arra a kérdésre, hogy ki vagyunk mi, erre nem etnikai választ ad egy római, hanem alapvetően politikait. Mi vagyunk azok, akik egy nagyon sajátos, csak ránk jellemző politikai rendszerben élünk. Ugye ezt a Polübiosz nevű görög történetíró fogalmazta meg nekik, akkor már ugye a világuralkodó Róma vendégeként, vagy kitüntetett értelmiségieként. Ő fogalmazta ezt meg, hogy ez egy egészen egyedi politikai, mondjuk így, hogy alkotmányos struktúra, amelyben a rómaiak élnek, és a rómaiakat nem feltétlenül a nyelvük, hiszen ugye a rómaiság nem azonos a latinsággal, hanem ez a sajátos politikai kultúra fogja megkülönböztetni. Amikor ez a politikai kultúra Szullától kezdve válságba kerül, és lényegében Cézárral összeomlik, akkor valójában az a kérdés fogalmazódik meg nagyon erősen, hogy na jó, de akkor kik vagyunk mi? Tehát ha legalább 200 vagy 150 éve úgy definiáljuk magunkat, hogy mi vagyunk azok, akik ebben az államformában, ebben a sajátos politikai konstruktumban élünk, és ugye ehhez kapcsol a római egy mondjuk így egy világmegváltó küldetéstudatot is, tehát hogy az a az alapja ennek, hogy nyilvánvalóan jobb, hogyha az emberek jó törvények hatályai alatt élnek, mint hogy a rossz törvények alatt élnének, tehát a rómaiaknak nem csak joga, hanem egyenesen etikai kötelessége az, hogy minél több embert vonjanak a maguk magasabb rendű törvényi politikai rendjén alá, magyarul, hogy hódítsanak. Ugye ez lesz a hódításnak az etikai megalapozottsága, hiszen azt mondjuk, hogy ez egy küldetés, hogy minél több emberhez méltó életet biztosítsunk. Na most, hogyha ez az alap összeomlik, és azt mondjuk, hogy hogy is lehet átmenteni ezt a rómaiság tudatot, ha egyszer a sajátos politikai struktúra összeomlott, akkor hát ez egy nehéz helyzetet teremt, és ott legalább egy generáció, de inkább két generáció fog mindenféle választ adni erre. Ugye ott van például Catullus, mint a nagy Horácius és Vergilius előtti előző nagy generáció. Ő neki az a válasza erre, hogy nem érdekel, miről beszéltek. Van nekem egy kis barátnőm, remekül el vagyunk vele, az összes többi engem nem érdekel. Ugye egy agresszív, tagadó álláspontot vesz föl, és végig megtartja ezt a pozíciót. Nagyon világosan mutatja azt, hogy ez ebben az irányban nem tud tovább menni. A másrészt meg azt is mondhatjuk, hogy persze van valamifajta kötődés a ideológiák és a társadalmi csoportok között. Például a materialisztikus epikúreus tanok, amelyek nagyon-nagyon népszerűek az első században, érződik, ugye Lucrécius lesz az, aki szintén a Cézár korig költészítnek ki a tanítását ennek a filozófiának megfogalmazza. Ez a érdekes módon a republikánus arisztokrata elit eltűnésével az epikureizmus is eltűnik. Tehát marad a sztoicizmus, amelyik elkezd átalakulni. Mondhatnám azt, hogy lényegében erre a korszakra a hagyományos kulturális, tehát a homéroszi eposzokból ismert olimposzi politeizmus már tényleg kulturális hagyománnyá válik. Szükség van valamilyen váltásra, és ugye nyilvánvaló, hogy ez a sztoikus vonal lesz az, ami megint csak egy-két évszázadra a korszak értelmiségi világának világképét meg fogja határozni. És ez gyakorlatilag ez a fajta
változás ez később, meg aztán még erősebb lett, ahogy elkezdett terjedni esetleg a kereszténység, mert hogy ott meg aztán végképp beigazolódott, hogy hát elég nagy változások történtek ebben az időszakban, hát egy új vallás indult az útjára pont a, hát még a, akkor még pont nem, amikor még augusztus él, de hát rögtön utána, tehát gyakorlatilag ez később csak erősödött, hogy ez egy nagy változás korszaka volt, gondolom én. Igen, persze, természetesen. Bár hozzá kell tenni, hogy a sztoicizmus Rómában tulajdonképpen előkészítette a talajt ennek. Tehát amelyben a politeista megközelítést egy erősen monoteisztikus irányba vezette, és alapvetően a világ és a történelem és az ember és a világ viszonyáról sok mindenben nagyon hasonlóan gondolkodott, mint a kereszténység. Tehát azt kell mondanunk, hogy egyfajta átalakulás itt már ebben a korszakban a kereszténység előtt megtörténik, és amikor megjelenik a kereszténység, akkor természetesen persze egy még nagyobb lesz a fordulat, de bizonyos szempontból előkészítette ezt az utat. Mondhatjuk majd a következő század példának, ugye, hogy ennek a sztoikus következő ideológiák legnagyobb képviselője talán Seneca, és korai keresztény századok olyan erősnek érezték ezt a hasonlóságot, ezt a rokon nyelvet, hogy meg is alkotják azt a pseudo levelezést Szent Pál és Seneca között. Hiszen ugye ők nagyjából lehettek korsártársak, és akkor megalkotnak egy levelezést, hiszen ezzel pontosan azt mutatja, hogy tulajdonképpen beszélgethettek is volna egymással, hiszen közel állnak a gondolataik egymáshoz. És ez lehet, hogy nagyon abszurd felvetés, de ha már így ez a beszélgethettek volna kérdés így felismerült, hogy tehát a Biblia alapján a Heródes, ott a helyi uralkodó a Júdeában, ő nagyon magára veszi azt, hogy hát nem ő a úgymond a kiválasztott, és hát akkor ott, hogy gyilkolni is kezd, hogy hát ha megöli azt, akire vonatkoznak a proféciák, de hogy lehet-e tudni azt, hogy esetleg maga Augustus is hallott arról, hogy azért van ez a fajta meglátás, vagy egy vallásnak a proféciái szerint pont ebben az időszakban kell, hogy eljöjjön egy ilyen nagy megváltó, vagy pedig ez annyira akkor még nem volt ismert, hogy ez biztos nem is hallhatott arról, hogy ez pont akkoriban kéne, hogy eljöjjön. Szerintem Augustus nem vette komolyan az ilyesmit. Ma úgy is fogalmazhatnék, hogy ő túl öndelt volt ehhez. Ehhez ő nagyképű volt. Őt ez nem érdekelte. Tehát pontosan tudta, hogy ő egyedül van a politikai szintéren, hogy az ő hatalmát semmi nem fenyegeti. Egyetlen egy dolog izgatta őt valójában, egy idő után persze, ugye a 40, több mint 40 évi uralkodás után, hogy ki lesz az ő utóda. Ki lesz az utóda, ugye neki dinasztikusan nem volt igazán, hiszen a fiúgyereke nem volt, az unokaöccsei is viszonylag gyorsan, unokái is meghalt, tehát hogy nem volt igazán, dinasztikus út nem volt. Ki jön utánam kérdés, az nagyon foglalkoztatta. Szerintem egyszerűen öntelt volt ahhoz, hogy az ilyen gyanús kereti proféciákkal túl sokat foglalkozzon. Értem. Még egy érdekes kérdés arra visszatérve, hogy tényleg hogy lehetett érvényesülni, vagy mi érvényesült az ő időszakában az irodalomban, tehát hogy jól értettem, akkor... Tehát Vergilius vagy Horácius volt, aki részt vett a csatában, a Filippi csatában? Horácius. Tehát hogy azért ezt mondhatnánk eléggé markánsan, hogy azért az egy a politikai, későbbi politikai életben eléggé negatívumára is válhatott volna, hogy ő pont ez ellen harcolt, ami éppen fölépült, tehát hogy ez később sose volt ő emiatt így idézelbe sorokba szorítva, vagy hát
Filippiben pont ez mellennünk harcoltál, tehát jó lenne, ha nem írnál ilyet, vagy nem írnál olyat, tehát hogy vagy ez túl ilyen kelet-európai, ilyen szocialista nem, hátterű abszolút. Kérdés? Nem, szerintem a kelet-európai szocialista háttér bizonyos szempontból nagyon érzékenyé teszi az embert ezekre a kérdésekre, és ezek jó kérdések. Nem, erre gondolom, ezen a ponton gondolom azt, hogy hát ő ennél nagyvonalúbb volt. Hogy azt lehet látni, hogy amikor tragikusan sikerül ez a Filippi kaland, akkor Augustusnak szembe kell, vagy Horáciusnak szembe kell nézni azzal, hogy és akkor most hogyan tovább. Valószínűleg nem maradt annyi a családkor nagy családi vagyomból, hogy olyan nyugodtan rá lehetne hagyatkozni, és akkor egyszer csak meghozza azt a döntést, könnyen nehezen, ezt mi nem tudjuk 2000 év távolából, hogy neki felajánlott támogatást, és elfogadja, és akkor még tulajdonképpen nagy sikerű kötet nélküli tehetséges, sokat ígérő fiatal költő palánta Horácius, és az egyik első alkalom, amivel elviszik magukkal, az egy Antonius és akkor még Octavianus névre hallgató Augustus találkozója a Brundiziumban. És Augustus beteszi a saját csapatába, ugye ez, amit most megint újkori politikai fordulatot fogok használni, de most ezt nem tudom kikerülni. Szóval biodíszletnek odaállítja a háta mögé az ifjú Horáciuszt, aki egyrészt egy ígéretes, nagyszerű költő, másrészt ugye talán lehet, hogy akkor még arról híresebb, hogy a nagy csatában az ellenem harcoló tábornok, és eltelt ugye 8 év, és ott áll Octavianus háta mögött az egykori ellenzéki kapitány. Tehát, hogy más csinált Augustus, nem retorzió érte őket, nem pályaszélre sorították, nem lett kiszorított, nem, ellenkezőleg odaállította a háta mögé, és azt mondta, hogy ugye megvalósult a társadalmi béke, az egykori ellenfeleim is az én oldalamon vannak, és egyébként valóban nem is akadályozta Horáciuszt, hogy például ezt a kis kalandot Horáciusz az egyik szatirájában írja meg, hogy ennek a megaláztatását, ennek a nehézségét, ennek a kalandnak, hogyan érte meg az Horáciusz, hogy elvitték erre az útra, bár semmi szükség nem volt rá, csak azért, hogy valami trófeával dicsekedjenek. Hát nem könnyen érte meg. Megalázó is volt, kellemetlen is volt, és akkor ezt tulajdonképpen megírja egy eléggé egy könnyen átlátható szövegben Horácius, és benne marad az életműben, és nem veteti ki a cenzúra, és nem kényszerítik arra, hogy na ezt a verset ne publikált, vagy írd át a végét, vagy van erről a dokumentumunk. És amúgy volt cenzúra ebben az időszakban? Tehát lehet tudni olyanról, amikor viszont tényleg mondták, hogy na hát ez most ezt azért már még se lehet. Tehát ez, ennél a vonalnál tovább ne menjen egy író se, egy költő se, stb. Az érdekes, hogy igazából hiányzik a korszak kultúrájából az erőteljesen Augustus ellenes hang. Ez az augusztuskori kultúra nem erőteljesen Augustus párti, de az Augustus ellenesség, vagy a mondjuk így, hogy az egyeduralom ellenes hang, az hiányzik, az majdnem 100 évvel később Neró korában fog megszületni, akkor nagyon erősen, és nagyon határozottan, de hiányzik ebből a korszakból. Hogy eztán ez azért van, mert valahogy sikerült eltüntetni, elhallgattatni, vagy épp az eddig mondottakból nem, tehát hogy valahogy ideológiailag nem tűnt termékenynek
ezzel a közelgő újjal egyszerűen szembefordulni és a régit dicsőíteni. Ezt nem tudjuk. Nekem alapvetően, most a személyes benyomásom, én alapvetően kételkednék abban, hogy volt cenzúra. Van egy nagyon híres eset, egy költő, Gallus nevű költő, aki Augustus közeli környezetéhez tartozik, olyannyira, hogy ugye az a nagy egyiptomi csata, amikor elhozza neki ugye a végső győzelmet az akciumi ütközet után, Egyiptomot császári provinciává szervezik, és Gallus nevezik ki Augustus az első kormányzónak. Majd utána történik valami, és egyrészt kivégezteti Gallust, másrészt damnáció memoriéval sújtja, azaz kivésik a nevét a feliratokból, és a műveit, egy író emberről van szó, eltüntetik a közkönyvtárakból. Nem is maradtak nagyon Gallus hűmei ránk, de azt kell mondanunk, hogy és Gallus szerelmi elégiákat írt. Tehát Gallus a szerelmi elégia műfajának megteremtője. Szinte kizárt, hogy ez egy cenzúra probléma lenne, és hogy azért történt volna mindez, mert valami olyasmit írt, amit nagyon nem kellett volna. Nem azért, mert beleépített a titkos Nem. politikusok titkos szerelméletét. Nem hiszem, ez nem az a korszak, amelyik zavarba jön akkor, hogyha a szerelmi életed a világra kerül. Nagyon nehéz volt olyat mondani, ami mondjuk egy politikusnak a bukásához vezetett volna ebben a korszakban. Nem, szerintem nem a művei miatt történik ez Gallusszal. Őt valamit csinál, amit nagyon nem kellett volna. De nem ezért. Tehát nem látjuk nyomát annak. És a Gallus halálát egyébként a barátai Vergilius el is fogják siratni, de nem látjuk nyomát annak, hogy agresszív cenzúra lenne, és a hatalom kontrollálni akarná, hogy mit ír róla, és mit nem az irodalom. És kezdünk a végére én a műsornak, viszont azt mindenképp szeretnék arra is rátérni, hogy lehet-e mondani valamit, ami, hát hogy mondjam, máig meghatározó, vagy esetleg maradandót alkotott ebből a korszakból, vagy a irodalomba, vagy akár az írás tekintetében, vagy a költészet tekintetében, vagy esetleg írók és a politika kapcsolata tekintetében, hogy van-e ilyen, ami meghatározó ebből a korszakból? Mert szerintem a mai ember nem is tudja, hogy a későbbi európai civilizációnak mennyire fontos alapja ez az augusztuskori irodalom. A legnagyobb mű kétségtelenül az Éneisz, tehát az Éneisznek az esztétikai minősége, gondolati súlya azért az a 18. század végéig meghatározza az európai irodalmi gondolkodást. Horácius lirája. Még azok a korszakok is, amelyek már ismerik a görög lirát, valójában nem tudnak olyan jól. A görög lirai szövegek mind az általánosan tanult dialektustól eltérő formában íródnak, nehezen megközelíthetőek, kommentár és filológusi segítség nélkül szinte megközelíthetetlenek szövegek. Tehát amikor az újkor antik mintákat keresett, szinte mindig Horácius találta meg a líra esetében is. Aztán eljött a 18-19. Század, amelyik ezt a hatást megpróbálta letagadni, de most már ideje lenne visszaállítanunk őket ebbe a pozíciójukba. A 19. század különösen szerette tagadni ezt a hatást, és ezt a viszonyt, mint egy ilyen fiú lázadása az apa ellen, de azt kell mondanunk, hogy az európai irodalmi formák alapvetően az augusztuskori irodalomban történt változások határozzák meg. És például ilyen hétköznapi nyelven még ezt hogy lehet részletezni? Mi az, amit láthatunk, vagy észrevehetnénk, ha tudnánk, hogy ezt a konkrétan az augusztuskora határozza meg mondjuk a költészeti, vagy még a média is, ha így fogalmazhatunk. Csak egy példát mondjak, ami nem biztos, hogy köztudomásul. Berzsenyének az a híres verse a magyarokhoz, amely szinte mindenki romlásnak indult.
szinte mindenki tanult a középiskolában, és azt gondoljuk, hogy a magyarság tudatunk szempontjából egy alapszöveg, és a magyarság saját történelméről, identitásáról alkotott egyik legfontosabb szöveg. Ez lényegében, Bezsény nagyon sokáig kilódott vele, ez rengeteg változatot készített, és ez lényegében egy Horácius ódának a fordításának indult. Tehát ez a Delic Tamaiorum, tehát az egyik római ódát fordította, és az első változatokban szinte szó szerinti fordítás volt, és egyre távolabb és távolabb került, de egyébként, aki a kettőt együtt olvassa, tudja olvasni, számára ma is világos, hogy hát ez alapvetően a horáciusi vers átírása és adaptálása a magyar viszonyokra. De az az indulat, az a szerep, az a nézőpont, ahogyan Horácius a rómaiakhoz beszél, az azonos, hogy nagyon közeli rokona annak, ahogy Berzsenyi a magyarságról beszél. Tehát számtalan ilyen pontot találhatunk, és egyébként, hogy egyet mondjak, amikor a 19. század költői, Petőfi és Arany, annyira szeretik a vátész költő szerepet, hogy a látnok, a népét a pusztában vezető, az istenek kiválasztottja. Ezt alapvetően Horáciustól és Vergiliustól veszik, hiszen ez volt az ő nagy újításuk, hogy ezt a szerepformálást, ezt visszahozták a költészetbe. Az előttük levő generációt még egyáltalán nem használta ezt. A hellenisztikus költő szinte egyáltalán nem nevezi magát vátésznek, sokkal inkább tudós. Ő a könyvtárban látja magát. Ő azt mondja, hogy a hagyománynak, meg a mitosznak, meg az istenekről szóló beszédnek hányfajta variációja, hányfajta ellentmondása van, és mint egy filológus ezen ezt élvezi, megtalálja, egymás mellé állítja. És akkor egyszer csak az Augustus korban Vergilius és Horácius megint csak megjelenik a vátész szerepében, a látnok, a népét vezető költő szerepében. Világos, hogy ennélkül nincs 19. századi magyar irodalom. A vátész költő szerepe nélkül. Végszóként is ez alkalmas, vagy még mondana valamit, amit így ez a témához, hogyha lezárásképpen lenne még, hagynák rá még időt, akkor még lenne valami, amit végszóként elmondan? Talán egyetlen egy gondolat, hogy ez abszolút személyes gondolat, hogy amikor erről kell beszélnem, akkor mindig a saját latin nyelvű élményeim alapján beszélek erről, és mindig egy kis zavart is érzek, mert annyira egyszerű lezárása lenne ennek a beszélgetésnek, hogy akkor maguk meg a kedves hallgatók olvassanak Augustus kori irodalmat, higgyék el, hogy nagyon érdekes és nagyon szép. Hát ugyanakkor meg ezt a mondatot valahogy a felénél elharapom. Sajnos nem vagyok benne biztos, hogy a magyar műfordításban olvasott augusztusi irodalom ez valóban képes arra, hogy ezt a szépséget és az esztétikai minőséget mindig érzékeltesse. Ez egy másik téma, tehát ahelyett, hogy lezárnám, fordítás és a klasszikusok fordítása alapvetően egyre nagyobb elégedetlenséggel figyeljük az Augustus kori irodalom magyar hangját, ahogyan ez magyarul megszólalt eddig, és olvasni lehetett. Hát a nyelvtanárok szoktam mondani, mindent jobb eredetiben olvasni, de hát persze, az lenne persze, akkor a jó, ha persze. Eredetiben tudnánk minél többen olvasni. Nagyon köszönjük a Hit Rádió hallgatói a mai visszapillantó adásában az Augustus kor kultúrájáról hallhattak egy adást, amiben a vendégünk Ferenczi Attila az ELTE latin tanszékének a vezetője volt, és nagyon köszönjük, hogy személyesen beszélgethettünk a stúdióban erről a témáról. Én köszönöm a beszélgetést, viszontlátásra.